koszorúzás és díjkiosztó. A Bokik megalapításának 27. évfordulóját ünnepelték. Fényáradat és jótékonyság a téren, vasárnap a hitlángja is fellobbant a koszorún. A látássérültek bőrébe bújtak, rendhagyó jótékonysági vacsorát rendeztek Miskolcon. Önök a Miskolc Televízió híradóját látják, köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! November 29-e a Kamara napja. Több mint negyed évszázaddal ezelőtt ezen a napon alakult meg a Borsod-Abaúj Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ebből az alkalomból az érdekképviseleti szervezet 62. küldőgyűlését rendezték meg. Az ünnepi eseményen elismerték a megye kiemelkedő gazdasági társaságait és vállalkozóit, továbbá a kamara életében meghatározó személyekre koszorúzással emlékeztek. A deszkatemetőben Szent Pál István sírjánál kezdődött a megemlékezések sora november 29-én. A kamara napján a szervezet egykori alapítójának és titkárának örök nyughelyén a Bokik és a város képviselői helyezték el az emlékezés virágait. A következő helyszín pedig az Akadémiai Bizottság épülete, a kamara egykori székháza volt, ahol a szervezet korábbi elnökeinek nevét tábla is őrzi. Még a koszorúzások utolsó állomása a kamara jelenlegi székházánál Szent Pál István emléktáblája volt. Kereskedelem, vendéglátás, ipar vagy bankszektor. A megye sikeres vállalkozásait idén is elismerték a kamara napján. Átadták a megye kiemelkedő gazdálkodó szervezetei díjat, amellyel 4 a megyében működő céget tüntettek ki. Majd a gazdaság szolgálatáért elismerést osztották ki, amit a többi közt Bágyi Péter ügyvezető vehetett át, a megye idegenforgalmának fellendítéséért végzett tevékenységéért. Nagyon szép nyáron vagyunk túl, de sajnos ez nem adhat okot elbizakodottságra, hiszen ismételten nagyon nehéz idők következnek, amit csak úgy lehet átvészelni, hogyha ezek a társaságok tartalékokat képeznek, és folyamatosan biztatnunk kell a munkaerő állományunkat, a kollégáinkat, hogy maradjanak velünk, mert ennek a szakmának van jövője, van szépsége. Mindennek az alapja azonban a megfelelő szakmai utánpótlás. Ebben a feladatban is számos megyei vállalkozás aktív részt vállal. A tanulóképzés területén végzett munkájáért 2 miskolci vendéglátóhelyet ismertek el. Továbbá egy külön díjat is kiosztottak. Aranykoszorús mester címet vehetett át több mint 30 éves munkájáért Gáti Károlyné, aki sokat tett azért, hogy a miskolci szépségiparban legyen utánpótlás. Lényegében nem csak szakmailag, hanem tulajdonképpen egy bizonyos idő után már emberileg is közelebb állnak hozzám. Többszörös nagymama vagyok, mégpedig azért, mert a volt tanulóim, mint férhez mentek, gyerekeket szültek, és rendszeresen jönnek a fényképek. A kamara napját tavaly online formában tartották meg, idén azonban már lehetőség volt a közös ünneplésre. A kamara nagy közösség, de rendkívül fontosak ezek a közös események, rendezvények, ünneplések, munka, mert azért az is volt ebben, mert az online tér az hasznos és jó, de nem pótolják a személyes találkozást. Mi szeretnénk ezt az erős kamarai kohéziót megőrizni, és ezzel is remélem hozzájárultunk ahhoz, hogy a 22-es év az lendületes, erős gazdasági év legyen. A szervezet 62. küldött gyűlésén Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tartott előadást, amelyen hangsúlyozta, a magyar jelenleg meghaladja a német gazdaság növekedési mértékét, a járvány ellenére pedig Borsod megye gazdaságának sikerült helytállnia. Fényköltözött a belvárosba, péntek este felkapcsolták a díszkivilágítást. Vasárnap pedig a hitlángja is fellobbant Miskolc adventi koszorúján. A Szent István téren megnyílt a vásár, kigörült a feldíszített villamos, elindult a Vöröskereszt jótékonysági akciója, és a szeretett dobozba is bekerültek az első ajándékok. Felvonulással kezdődtek az adventi programok a belvárosban. A rossz idő ellenére sokan a gyerekekkel együtt vonultak a Szent István térre, ami újra ünnepi fénybe borult.
megnyílt az adventi vásár, és elkezdődött az Aprócska Karácsony hatalmas szeretettel elnevezésű jótékonysági akció is. Az elmúlt években megszokhattuk a szeretett süti gyárat, annak ellenére, hogy a tavalyi évben ugye nem lehetett adventi vásárokat tartani, és pont a járványhelyzet miatt az idei évben is nem a sütemény sütéssel készültünk, hanem különböző ajándéktárgyakat készítenek azok a jelentkező közösségek, akik eljönnek és önkéntesen segítenek nekünk az adománygyűjtésben. Emellett kinyílt a szeretett doboz is, ahova december 23-áig várják a tárgyi felajánlásokat, amelyeket rászoruló családok között osztanak szét szenteste előtt. Az első ajándékot Veres Pál polgármester helyezte el. Karácsony és advent egyben a szeretet ünnepe is. Ne feledkezzünk meg azokról sem, akiknek ilyenkor sincs elég ennivalójuk, vagy segítségre szorulnak. Éppen ezért ne feledkezzünk meg arról, hogy jótékonykodjunk. Vasárnap az idő továbbra sem kedvezett az adventi ünnepségnek. A hangulatot a Fráter kórus fokozta fel. De kigördült a remízből a feldíszített adventi villamos is. A város óriási koszorúján pedig fellobbant a hitlángja. Nem csak az ünnepre való készülődéskor, hanem gyakorlatilag a mindennapjainkban is kiemelten fontos a hit. A hit vallásos értelemben, de egyébként a hit önmagunkban, a hit egymásban, a hit a közösség erejében, a hit egy város közösségének az erejében. A koszorú első gyertyáját Szopkó Tibor alpolgármester a Segítsünk közösen egy mosolyért kezdeményezés elindítójával, Osváth Tiborral, a Miskolci Nemzeti Színház művészével közösen gyújtotta meg. Vasárnap Diósgyőrben is fellobbant az első láng. A környéken élők hagyományteremtő céllal a II. János Pál pápa téren találkoztak, és együtt gyújtották meg a hitet jelképező gyertyát. Az ünnepségen Varga Andrea arról beszélt, hogy a diósgyőrieknek lett egy közös helyük a II. János Pál pápa tér. Az alpolgármester arra kérte az itt élőket, hogy tegyenek azért, hogy a tér és a közös koszorú az egymásra találás szimbóluma lehessen. Ha van egy hely, ahol találkozhatunk egymással, ha kinyitjuk a szívünket egymás iránt, ha nem a csillogást és a pompát, hanem az egymásra figyelést tartjuk fontosnak, akkor az advent időszaka eltölt mindenkit a békeérzésével, és lassan ünneplőbe öltöztetjük a szívünket. A hagyományoknak megfelelően idén is kettős keresztet állított a centrumnál a Jobbik advent alkalmából. Vasárnap délután a helyi politikusok és szimpatizánsaik együtt gyújtották meg mécseseiket. Az ünnepségen Szilágyi Szabolcs önkormányzati képviselő mondott köszöntőt. A jobbikos politikus Vas Albertet idézve arról beszélt, hogy az év 364 napjának a szeretetről kellene szólnia, és csupán egyetlen egynek a munkáról, a célok elérésének hajszolásáról. Ennek ellenére inkább a fordítottja igaz. Mint mondta, eltávolodtunk az ünnep igazi üzenetétől, de van remény a bizakodásra, hiszen a karácsony ma is a legtöbb család számára az összejövetelek ideje, amikor szeretettel fordulunk egymáshoz. Bükszent Lászlón is elkezdődött az adventi készülődés. Hétvégén a közösségi házban adventi koszorúkat készítettek, és az első gyertyát is meggyújtották a környéken élők. A program már évek óta hagyomány a településen. Fenyőág, termésdíszek és jelképes lila, illetve rózsaszín gyertyák. Adventi koszorúk készültek a Bükszent Lászlói Közösségi Házban. Az együtt elkészített koszorúkat megáldották, és mindegyiken fellobbant az első láng. A generációkat összefogó esemény régóta hagyomány már a településen. Ez évekkel ezelőtt kezdődött, hogy advent első vasárnapja előtti szombati napon összejövünk a közösségi házban, és adventi koszorút készítünk. Ez egy jó hangulatú rendezvény szokott lenni, ide jönnek
egészen pici gyerekektől, szülőkig, nagyszülőkig, mindenki. Az adventi koszorú készítésén túl a településen élők az adventi időszakot számos közös programmal igyekeznek minden évben felejthetetlenné tenni. Karácsonyi pásztorjátékokat és a karácsonyi oratóriumokat is szoktunk énekelni a magvető kis közösségünkkel és a nagyobb közösséggel egyaránt. Ami az idén egy picivel újabb, hogy a Szálláskeres a Szent Család kis imádságot is bekapcsoljuk ebbe, ez a Szent Család járás hagyományát, ami azt jelenti igazából, hogy a családok házról házra járnak és közösen imádkoznak. A rendezvényhez idén a diósgyőri rendőrőrs is csatlakozott. A településen élők között fényvisszaverő karszalagokat osztottak ki, ezzel is támogatva a biztonságos közlekedést. A főutca ugyanis keskeny, járda pedig nincs, és bár a forgalom nem jelentős, korán sötétedik, így az autósok figyelmét fel kell hívni a gyalogosokra. Láthatatlan vacsorára invitálta tagjait és vendégeit a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Miskolci első Lady Lions Club. Az érzékenyítő program célja az volt, hogy a résztvevők megtapasztalják, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a látássérülteknek egy-egy étkezés során. A szervezet elnöke elmondta, elsődlegesen feladatuknak tekintik a látásukban korlátozott emberek támogatását. Felkerültek a szemkötők, a lámpa lekapcsolódott, és érkezett az előétel. Nem mindennapi vacsorán vehettek részt a Miskolci első Lady Lions Club tagjai és meghívott vendégeik. A láthatatlan vacsora célja az volt, hogy a látásukban nem korlátozott emberek is megtapasztalhassák, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük egy étkezés során azoknak, akik semmit vagy csak nagyon keveset látnak. Az emberek többség, így a látásodek többség is tudja alapvetően az elhelyezkedését az evőeszközöknek egy tányérhoz képest, de hogy alapvetően, hogy hová tettük a desszertet, hová tettük a pohárbort, a pohárvizet, ezeket a óramutójárásának megfelelő irányokkal tudjuk számukra megközelíthetővé tenni. Az érzékenyítő programon a vakok és gyengéllátók Borsodabaúj-Zemplén megyei egyesülete is képviseltette magát. A szervezettel a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Miskolci első Lady Lions Club szoros kapcsolatot ápol, hiszen a Lions Klubok elsődleges célja a látássérültek támogatása. Havonta voltak klubnapjaink, klubprogramot, amit konkrétan nekik szerveztünk, egészségnap, a húsvétra, ősszel, karácsonyra, hát ilyen jelleggel próbáltunk mindig valamit olyat megfogni, ami éppen aktuális volt. Az elnök hozzátette, a világjárvány a klub tevékenységét is jelentősen befolyásolta, de mint mondta, bíznak benne, hogy az újévi koncertet meg tudják majd szervezni. Főként a gólokat és jó játékot hozó első félidőnek köszönhetően gyűjtötte be a győzelemért járó pontokat a DVTK a labdarúgó MB2 18. vasárnap este rendezett mérkőzésén. Az Ajka ellen végig zuhogó esőben zajló találkozót végig dominálta Kondás Elemér vezetőedző együttese, amelynek ezzel már csak egy pont a hátránya a listavezető mögött. Fehérben a vendég Ajka, pirosban pedig a megerősített középpályával felálló házigazda szerepelt az utolsó novemberi hétvégén rendezett bajnokin, ahol már a 6. percben megszerezte a vezetést a DVTK egy bravúros találattal. Ugyanis az érkező ívelést hátra nyúlva sarokkal továbbította a kapuba Horváth Zoltán. A 8. percben először Molnár járt közel a gólhoz, majd rögtön a szöglet után Eperjesi fejese is közel járt ahhoz, hogy megváltozzon az eredmény. Aztán rögtön az érkező újabb sarokrúgást követően pedig már nem tudott hárítani a vendégvédelem, de a játékvezető kezezés miatt érvénytelenítette a találatot. A 13. percben az ajkaiak is megdolgoztatták Póser kapust, aki szép vetődéssel tisztázott a fejes után. Fél órája tartott a bajnoki, amikor Szatmári saját térféről indította az akciót a labdával Zsolnai tört kapura, és precíz átadásából Könyves megszerezte a 2. diósgyőri gólt. A 37. percben Molnár kényszerítőzött és a visszapörgetett labdával a hosszú sarkot vette célba, de a kapufa kisegítette a vendégeket. A végig zuhogó esőben az eseménytelenebb 2. félidőben a hosszabbításban még adódott egy hazai zicser, de az állás már nem változott. DVTK, Ajka 2-0. Nagyon jól kezdtük a találkozót, jól ment a csapat első félidőben, rengeteg kombinatív játékból rengeteg helyzetet tudtunk kialakítani, szép gólokat lőttünk, mentünk még a többi gólért, de az valahogy nem akart jönni.
Második félidő is azt terveztük, hogy még megpróbáljuk megterelni az ellenfél hálóját egy-két góllal, de ott már egy kicsit pontatlanabbak voltunk. A DVTK Ajka labdarúgó bajnoki bővebb összefoglalóját, további riportokat keddi sportműsorunkban láthatnak nézőink. A budapesti nyitórendezvény után Miskolcon folytatódott az olimpiai ötpróba elnevezésű tömegsportrendezvény sorozat. A helyszín a Kemény Dénes uszoda volt, ahol 250-en teljesítették a távokat. Köztük ott volt az ötpróba úszás nagykövete, a világ és Európa bajnok Cselászló is. Az előre regisztrált távon megadott időpontra érkeztek a vállalkozó kedvű sportemberek, akik a hazánkban már több évtizedes múltra visszatekintő olimpiai ötpróba sorozat úszó számát teljesítették a miskolci Kemény Dénes uszodában. Szerte az országból 250-en vállalkoztak az 500, 1500 és 3000 méteres távok megtételére. Meg vagyok győződve róla, hogy kedvet fog ettől kapni egy hosszabb táv, esetleg majdan a Balaton átúszásra is, úgyhogy nagyon jónak tartom. És azt is, hogy különféle városokban is, a Budapesten kívül megrendezik ezt az úszást. Majd a fővárosból érkezett sportárs neki is vágott az általa választott 3 kilométer teljesítésének. A párizsi olimpiáig tartó ötpróba sorozat úszó nagyköveteként vett részt az eseményen az olimpiai ezüstérmes világ és Európa bajnok Cselászló, akit Miskolc város polgármestere köszöntött. A pályafutását nemrégen befejező sportember is teljesített egy választott távot. Eddig is az ötpróba úszás nagykövete voltam, ezért próbálok nagyobb jelenlétet emögé rakni, és minél több rendezvényen ott lenni, és kipróbálni magamat, hogy más sportágokban hogy állom meg a helyemet. A sikeres tömegsport rendezvény kapcsán a mozgás fontosságát hangsúlyozva egy új sportberuházásról is beszélt Miskolc első embere. Jól látjuk azt, hogy nagyon nagy az igény a városlakók részéről arra, hogy mozogni tudjanak, és ennek a feltételeit próbáljuk megteremteni. Megnyertünk egy támogatást a Népkertben egy futókörre, úgyhogy reményeink szerint elkezdődnek hamarosan majd a kiviteli munkák. Az olimpiai ötpróba rendezvénysorozat miskolci állomásán készült összefoglalónkat sportműsorunkban láthatják majd nézőink. Kedden a napos idő mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, helyenként egy-egy futó hózápor is kialakulhat. Részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Videóinkat a minap.hu-n és a Minap YouTube csatornáján újra nézhetik, de kövessék Facebook, valamint Instagram oldalunkat is. Maradjanak velünk a továbbiakban is, hamarosan kezdődik a Highlights, 19 óra 25 perctől pedig közéleti magazinunkkal, a Kilátóval jelentkezünk. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét, jó tévézést kívánok! Viszontlátásra!